Szent Anna tiszteletére 25 éve rendeznek búcsút Kiskassán. A rendezvény sorozat harmadik napján tartott Darnay Ágoston plébános szentmisét a település védőszentjéhez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Matkovics Krec Eleonóra, a Kiskassáért Német Egyesület elnöke elmondta, hogy fennállásuk 25 éve alatt minden évben koszorúval emlékeznek meg az első és második világháborúban elesett vagy elhurcolt német lakosokra, hiszen, mint az elnök kiemelte, jobbára csak az ő nevük olvasható a táblákon, ők mentek a háborúba és védték németként Magyarországot, a hazájukat. A Málenki Robot emlékmű pedig annyiban megható minden alkalommal, hiszen ez egy kis falu, és 38 emberből 36 nő volt az, akit elhurcoltak a szovjet lágerekbe több éves kényszerfogságra. Igyekszünk itt is mindig olyat találni, aki leszármazottként tud koszorúzni. A mostani választás pedig egy nagypapára esett, hogy legyen, aki elmeséli az unokáknak a történeteket, amiket neki is már ugye, mint hozzátartozó meséltek el. Áldozatuk példa a jövő generációnak. Ez a szöveg olvasható azon a koszorún, melyet Kressz Ármin László tett le édesanyja segítségével az 1939 és 47 között elhunytak emléktáblájánál. Az első világháború emlékműve elé Bajós Zsüliett helyezett koszorút, melynek szalagjára ezt írták, a hősöket nem felejtjük el. Kiskassán a templomot a betelepült német lakosság kezdte el építeni a 18. században. Az 1771-es felszenteléskor nevezték el Szent Annáról. Lébános úr mindig nagyon szép beszédeket szokott mondani Szent Annának és Szent Joachimnak a szerepéről, akik ugye Máriát, a lányukat nevelték és tanították. És azt hiszem, hogy én már nagymamakorban vagyok, tehát én nekem Szent Anna ilyen szempontból is egy különleges szent, mert arra emlékeztet és figyelmeztet, hogy az unokáinknak, a fiataloknak is el kell mesélni történeteket, akár a falu történetét, akár az itteni németség történetét, hiszen nagyon sok tragédia érte őket. Köszönöm szépen!